Sziasztok, itt vagyok ismét, Barbara vagyok, a Narcisz és a legutolsó szemveknénes gondolat menet után, ugye szemveknén, aki nagy példaképen, és nagyon sok tanítást köszönhetek, köszönhetünk nekik, amit magyarra fordítunk, azért az ő anyagait nagyon nehéz megérteni, nagyon elmefogyasztó, én nem vagyok cerebrális, narcisztikus, nekem sokkal több energiámba kerül, mint mondjuk annak, aki ilyen beállítottságú, úgyhogy nagyon-nagyon lefárasztanak, szerintem Általában az embereknek nehéz megérteni, akik nem tartanak ezen a szinten, mint szem, aki igazából egy zseni. Nem kell minden gondolatával egyetértenünk, de nagyon sok hasznos dologra hívja fel a figyelmet, nagyon sok összefüggést köszönhetünk neki. Én úgy értelmeztem ezt a videót a belső dialógusról, belső monológról, hogy gyakorlatilag a. Sématerápiát magyarázta el egy egészen más megközelítés alapján, és ilyen szempontból nézve viszont hasznosnak gondolom az anyagot. Szóval sématerápia van, séma sématréningnek hívom. én, első és második részet csak online is elvégezheted, amikor hetente megkapod a tananyagot a végén, az összes anyagot PDF-be, bónuszokkal is együtt, vagy jelentkezhetsz hozzám képzésekre is. Nagyon-nagyon várlak, ez egy öt hónapos képzés, 5 hónapot töltünk együtt, 18 héten át találkozunk. Igaz, drága, nem mondom azt, hogy olcsó. Megvan a license, megvan a költsége, de egyszer összerakja a fejedben a dolgokat, és tisztában fogod látni, hogy mit, miért csinálsz, vagy nem csinálsz, vagy érsz, el, vagy nem érsz el az életedben. Szóval, szenvedni, utána most egy nagyon rövid videót hozok nektek, még pedig az igazságról szól. Arról az igazságról, hogy a narcisztikusok miért veszekednek annyit, és hogy hogyan bány velük. Ez egy nagyon egyszerű Ramáni videó lesz, az ő gondolatait hozom magyarul. Ha tetszik a videó, és szeretnél ilyen rövid tartalmú videókat is hallani, a nagy mély tudás mellett, a filozófikus tudás mellett, akkor nyomj egy lájkot, légy szíves, ne sajnáld, oszd meg másokkal a videót, iratkozz fel a csatornámra, és kövess engem, hiszen most jelen pillanatban hetente két videót is fölteszek, hol könnyebbeket, hol nehezebbeket. Ma a könnyebbik témával folytatjuk. Hozzám coachingra az iroda.lifechanger.gmail.com-on tudsz bejelentkezni, itt megtalálod a videó alatt ezt az e-mail címet, illetve van egy link is, ha körülnézel a videó alatt, ha arra rámész a hírlevelünkre, és fel tudsz iratkozni, körülbelül havi egy hírlevelet küldünk ki, néha kettőt, ebbe megkaphatod azokat az akciós lehetőségeket, hogy hogyan tudsz 30, 50, 70, vagy valamilyen magas százalékos arányjal a képzéseinkre jelentkezni, nagyon várlak. Ne feled, hogy a gyógyulás az rád vár, és egy teljesen új élet is, hogyha erre rászánod magad, de nem elég csak befizetni a képzésre, mindig vannak ilyen jelentkezők, most is volt egy nagyon szomorú tapasztalatom, a hölgy természetesen borderline, ővelük szokott ez előfordulni a súlyos borderline esetekkel, vacilál, hónapokon, heteken keresztül hogy jöjjek, ne jöjjek, jöjjek, ne jöjjek, jöjjek, ne jöjjek, az utolsó pillanatban, mikor már mi mondjuk, hogy ne jöjjön, akkor ő mégis, de már a határidőn túl, befizeti a képzés csomagot a lehető legkedvezőbbet, egyet fizet, hármat kap áron, aztán rájön arra, hogy ez neki nem lesz csodaszer, hogy itt dolgozni kell, hogy itt csinálni kellene, és elkezd szapulni, elkezd az idealizálásból leértékelni, elkezd köpködni, követeli vissza, nem ez volt, nem tud haladni, stb. Na ne legyetek ilyenek. Ha mégis borderline -ok vagytok, akkor arra a képzésre gyertek el, ami a borderline oknak szól, és utána a többire, hogy tudjak nektek igazából Segíteni. Na, miért veszek ennek a narcisztikusok? Aki egy rosszul működő családból jön, annak nem volt meg a lehetősége az egészséges önérzetének a kialakítására. Ugye a narcizmus az egészséges mértékben, egészséges narcizmusként az jó lenne, hiszen erre szükségünk is van, szoktam mondani a skálát, az 1-től 10-es skálát. Több videóban is emlékeztek, a 4-es, 5-ös, 6-os középen az egészséges narcizmus, az asszertív, az önérdekérvényesítő ember, akinél ennél kevesebb van. 3-as, 2-es, 1-es a skálán, azok az ekoisták, a vízhangok, azok nem lesznek sikeres, boldog emberek. Az egészségtelen narcizmus pedig a 7-es, 8-as, 9-es, 10-es a skálán. Ha 7-es, 8-as, akkor van mit fejlődni, van mit javulni, akkor van remény a kapcsolat megmentésére, a család megmentésére, akkor mindent tegyetek félre, és gyertek el a képzésekre, és nagyon intenzíven együtt dolgozzatok rajta, és önmagatokon mindenki magán tud. A 9-es, 10-es, a narcisztikus személyiségzavar, és a pszichopata narcisztikus az, ahol nincs mit tenni. Ahol ki kell mondani, hogy a remény hal meg utoljára, de talán ez a remény ezrelékekben mérhető. Szóval az egészséges narcizmus jó, 4-es, 5-ös, 6-os a skálán gondolok, érzek valamit, akarok valamit, szükségem van valamire, tudom, hogy mire vágyok, tudom, hogy miről álmodozom, elutasítok valamit, tudom, hogy mit szeretnék és mit nem. Megvannak az énnel kezdődő mondataim, a gondolataim. Ehhez az kell, ehhez az egészséges narcizmushoz, hogy a szüleid kellő mértékben figyeljenek rád gyerekként, és a te igényeidet a maguk jelé tudják helyezni. De sajnos nem elég az, ha csak az egyik szülő cselekszik így, hiszen ott van a másik szülő, aki teljesen lehet, hogy megvett és közönyös veled, akkor ennek a szülőnek az elutasítását nagyon erősen érezni fogod, aminek pedig meg lesz a következménye. Ha egy ilyen otthonból jössz, ráhangolódsz arra, hogy ők mit éreznek. És ez pont az ellenkezője annak, aminek történnie kellett volna. Ilyenkor az történik, hogy arra kondicionálódsz, hogy magadon kívül keresgélj. sőt, magadon kívülre néz, ahelyett, hogy anya és apa hangolódna és beléd nézne, hogy téged is megtanítottak volna arra, hogy hogyan néz magadba. Mindannyiunknak szüksége lenne egy olyan szemre, ami magába tud nézni, ami a saját énünket tudja figyelni. Azonban ez csak akkor alakul ki, ha erre vagyunk kondicionálva a szüleink által, ha ők ilyen odaadással foglalkoztak velünk és az érzéseinkkel, mint ahogy nekünk kéne később tenni önmagunkkal. Akik nem voltak ilyen szerencsések, azok ezt a mérföldkövet a fejlődésükben elmulasztották, és ez egyáltalán nem az ő hibájuk. De így szinte lehetetlen dologgá vált az, hogy határokat tudjanak szabni egy párkapcsolatban, ugye ők lesznek a kódependensek. Mert nincsenek meg a csatornái ehhez. Az én gondolata egy fogalom, számukra egy zavaros fogalom. Bár lehet, hogy nekünk van a legnagyobb szánk a szobában, lehet, hogy mi panaszkodunk a legtöbbet, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy egészséges önérzetből fakad. Ez azt jelenti, hogy szalmaszálakba kapaszkodva próbálunk az érzelmeink mentén reagálni. Nem szabályozzuk az érzelmeinket, és ha nem szabályozzuk eléggé, akkor nem csak kódependensek leszünk, hanem borderline-nak is, hiszen a borderline az egy érzelem szabályozási zavar. Ez is egy spektrum, vannak enyhén, közepesen, súlyosan és extrém súlyosan lévő esetek, az extrém súlyos az a személyiség zavar ami már a másodlagos pszichopatát közelíti. De nem mindenki ilyen. Jó? A borderline tehát egy érzelemszabályozási zavar. Kicsit a borderline előszobája a kódependencia, nem minden esetben. Ez Azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos borderline-ok -ok lehetnek kódependens típusú borderline-ok. -ok. Most majd egyébként sok borderline videót fogok készíteni, hármat vagy négyet is, nagyon mélyen szenvedni anyagai lesznek egyébként, úgyhogy érdemes figyelned majd a csatornát a következő hetekben, hogy minél többet tanulj erről, és ne felejtsd, hogy a kódependencia, a borderlineság, a narcizmus mind, mind egy spektrum. Egy spektrumon helyezkedsz el. Néha egy kicsit jobban belemész, hogyha mondjuk padlón vagy, valami nagy baj ért, összetörsz, akkor nagyon erősen bele tudsz menni, de nem biztos, hogy mindig erős tüneteket hordozol. De minden a gyerekkorból jön. Még akkor is, ha úgy érzed, hogy neked normális gyerekkorod volt, akkor nem lennél itt, nem tartanál itt. Meg kell keresned, nem a szüleidet kell bántanod. Meg kell keresned, hogy mik történtek veled, amik miatt ilyenné váltál. Hiszen ha ugyanezt folytatod, amit eddig csináltál, ugyanez lesz az eredménye is. Ugyanilyen kapcsolatokba botlasz bele, ugyanilyen boldogtalan leszel, ugyanilyen diszociált, szétesett leszel. Ne ezt az utat választ. Nézd szembe a tényekkel, hogy valami történt, ha nem is tudod, hogy mi az, de valaminek történnie kellett. Lehet, hogy a te egyéni érzékenységed, a temperamentumod, érzékeny kisbabaként születtél. Lehet, hogy neked egy ilyen pici negativizmus is elég volt ahhoz, hogy mintákat fejlesz ki, és hogy összeomolj. Másoknak meg olyan a temperamentuma, hogy abuzálhatták őket agyba, főben nem lett semmi bajuk. A temperamentum is számít, de még jobban számít a környezet. A csecsemőkori és gyerekkori környezet. Ezeken kell dolgozni, ha kódependens vagy, vagy ha borderline vagy, vagy ha narcisztikus vagy. TKAK, áttörés, kódependencia mentesen, sématerápia. Ezek az alapképzések, illetve a borderline személyiség fogságában is nagyon ajánlott képzés. Szóval, ha nem gyógyulunk, amíg nem gyógyulunk, addig az történik, hogy mivel nem szabályozzuk az érzelmeinket, sokszor nem is gondolkodunk róluk, Egyszerűen reagálunk az általuk keltett ingerekre. Ez a trigger. A trigger a ravaszt jelenti. Bekapcsolnak bennünk egy gombot, történik valami. Trigger bármi lehet. Ezerféle dolog. Lehet egy illat, egy sütemény illata. Lehet egy fehér köpeny, lehet egy szó. Nagyon sok embernek van olyan, hogy valamilyen szó betriggereli. Még az én partneremnek is észrevettem, ha egy vagy két szót használok, akár megbeszélés közben, vitáink közben, az annyira betriggereli, hogy ingerülten reagál rá. Meg kellett értenem, hogy ezek számára triggerek, és ezeket valami szinonimával helyettesítsem, hogy ne okozzak nála egy érzelmi reakciót, ne okozzak nála egy időutazást, mert ilyenkor visszautazunk valamilyen gyerekkori negatív élményünkhöz, és annak megfelelően reagálunk. Ez aztán a bonyolult dolog, ezeken kell dolgozni, hogy felismerd és ne reagálj, mint a Pavlov kutyája, tudod, hogy ki a citromra, hanem tudatosan felelj a dolgokra. Tehát, hogy megtanult szabályozni az érzelmeidet, mert így most gyógyulatlanul reagálunk az általuk keltett ingerekre. És sokszor sajnos hosszú távú következményei vannak ezeknek a dolgoknak hogy ezeket a séma tréningen tanuljuk meg nagyon jól, öt hónapig dolgozunk. Aki meg jön a séma tréning kettőre, azzal tíz hónapig dolgozunk, nagyon mélyen ezeken a dolgokon, hogy mik azok a triggerek, hogy váltódnak, és a te életedbe, hogy jöttek ezek létre. Persze a munkát neked kell elvégezni, én csak eszközt adok a kezedbe. Az egyik oka annak, hogy a narcisztikus annyira vonzódik a kódependensekhez és a borderline pont az, hogy ezeknek az embereknek önértékelési problémáik vannak. Érted már? Szóval beszéljünk arról, hogy egy narcisztikus miért harcol veled állandóan. Miért kell vitatkoznia veled? Miért jó neki, ha bepánikolsz miatta? Hogyan lehet az, hogy az ilyen személyiségnek haszna származik abból, ha képes összezavarni egy másik embert? Ha valaha is volt dolgod narcisztikussal, már pedig gyanítom, hogy volt, ha itt vagy a csatornámon, úgy érezhetted néha, hogy az idegeidre megy, hogy ki csinál. Lehet, hogy nagyon rossz gondolataid is voltak arról, hogy mit is szeretnél kezdeni ezzel a nárcisztikussal. karóba húzni, derékba törni, fölakasztani, stb. Tudom, ismerem ezt a helyzete. Szóval ami egy nagyon természetes reakció az elnyomásra, és arra, hogyha igazságtalanul bánnak veled. Én most nem is mondtam még a legextrémebbeket. Nem végződik jól, ha egy narcisztikus személy képes ilyen típusú gondolatokat és önvédelmi mechanizmusokat aktiválni benned. Természetes dolog, ha úgy érzed, hogy ha valaki elnyom, ha mindent megtesz, hogy hiteltelenítsen, ugye erről van már külön videóm, nézd meg, hazudjon rólad, és neked zsarol és kibeszél, akkor egyszer csak elveszíted a hidegvéred. De a narcisztikus élvezi, ha bosszant, ha becsap, és eléri, hogy elveszítsd a hidegvéred. Beszéljünk arról is, hogy miért. A narcisztikusok képtelenek, teljesen képtelenek magukba nézni, és felelősséget vállalni, és őszintén beszélni. Én nem mondom azt, hogy ez az ő hibájuk, tudod. Én dolgozom narcisztikusokkal, én kedvelek narcisztikus embereket, már közeli kapcsolatban nem szeretnék kerülni velük intim párkapcsolatba, de ügyfélként szeretné is tudom a narcisztikus személyeket, és tudom, hogy ez nem az ő hibájuk, ugyanolyan sérülései vannak, mint neked, csak ő más megküzdési módot választott hozzá gyerekkorában. Egy narcisztikus ugyanis vitatkozni fog veled, dacol, harcolni fog veled. Azt akarja, hogy te vállald a felelősséget a kapcsolatban felmerülő konfliktusokért. Nem a szabályok szerint játszanak, saját szabályaik vannak. És ahhoz, hogy nyerjenek, le kell nyomniuk téged, ki kell zökkenteniük a normális állapotodból, különben nehéz legyőzni néha. Szükségük van rád, mert a narcizmusuk kielégítésének a forrása vagy. De valahogy be kell csapniuk téged. És ennek az egyik módja, hogy a narcisztikus összezavarja és úgy tartja az embereket. Az, hogy eléri, hogy megkérdőjelezd az általa tapasztalt valóságot, tudod, gázlángozás, meg egy csomó egyéb manipulációs taktikával éri el, és egyszer csak elkezded megkérdőjelezni a valóságot. Ha még borderline is vagy, nem csak kódependens, akkor néha még össze is kevered a valóságot és azt, amit fantáziálsz. Nem jó a realitást teszted. A klasszikus narcisztikus viselkedés ugye a gázlángozásra épül. Ennek egy példája, ha mondjuk egy narcisztikus barátod azt kéri tőled, hogy mennyire te valahova mondjuk este 7 órára, te pedig odaérsz 7-re, és még közel sem áll készen elindulni, még nincs elkészülve. És akkor ragaszkodni fog ahhoz, hogy ő kilenc órát mondott neki, neked. Te pedig haragszol a barátodra. Ő meg mit tesz? Elkezd egy olyan dologról beszélni, ami hetekkel korábban történt. Vagy felemlegeti, hogy amikor ő ment érted, amikor defektet kaptál hat évvel ezelőtt, az bezzeg milyen volt. És ehhez, a mostanihoz, az egésznek semmi köze nincs. Semmi köze nincs ahhoz, hogy tudod, hogy hazudik neked. Ez a gázláng effektus, a gázlángozás megpróbálja elhitetni veled, hogy 9 órát mondott, vagy 8 órát. Ő ezt nem mondta, nem így emlékszik, ugye? Nem így emlékszem, nem emlékszem, nem tudom. Megpróbálja elérni, hogy kételkedj a valóságban. Én meg itt ülök és várok rád, amikor amúgy dolgom lenne. Tudom, hogy hetet mondtam. És most azzal jössz, hogy kilencet mondtam volna? Készülnöm kéne a reggeli meetingre, de az egész menetrendem tolódik miattad. Ezután meg azt mondod, hogy megőrültem, hogy kilencre kellett volna jönnöm. Na, az ilyen emberek mindig vitatkoznak. Addig vitatkoznak, amíg ki nem tudnak billenteni az egyensúlyodból, vagy föladod, mert már nem bírod tovább. Mi történik egy narcisztikus életében, ha azt mondod, viszlát? Hát elveszíti a narcizmusának a forrását, a narcisztikus forrást. Ha azok az emberek, akik tolerálták a narcizmusát, azt mondják, hogy na elég volt, és többi nem hagyják, hogy kevesebbnek érezzék magukat a kapcsolatban, akkor a narcisztikus emberek összeomolhatnak. Sokszor azonnal új forrásra van szükségük, de sokszor csak a narcisztikus összeomlást élik meg a narcisztikus embereknek folyamatosan vitatkozniuk, harcolniuk, dacolniuk kell más emberekkel, mert nem tudnak egy olyan világban élni, ahol ez nem így van. Szükségük van ellenfelekre, versenytársakra, valakire, akihez hasonlíthatják magukat. Neki nem mondd azt, hogy ne hasonlítsd magad másokhoz. Veszed fejszennyele. Szükségük van valakire, aki játsza a játékukat, akivel játszmázhatnak. Szükségük van valakire, aki hagyja, hogy narcisztikus módon abuzálja, hogy narcisztikus módon viselkedjen vele, ugye vagy rejtettem, vagy nyíltan, attól függ melyik típus. Hogy feszegethesse a határát, hogy lealacsonyíthassa a másikat, hogy átéphesse annak a határait, hogy passzív-agresszív lehessen vele. Egy narcisztikusnak veszekednie kell ahhoz, hogy azt érezze, hogy él. Oké? Okay. Mit is keres egy narcisztikus? Hatalmat, uralmat, kontrollt, irányítást. Ezt nagyon gyakran a megfélemlítéssel akarja elérni. Kigúnyol, lealacsonyít. Folyamatosan vitatkozik és harcol veled. Hogy ne tudj önmagad lenni, ezáltal megőrizzen téged narcisztikus forrásként, és hibáztathat is téged, akkor is, amikor ő a védkes. Jelenleg a mai világunkban, az online társkeresőzésen is, társkereső fórumokon is nagyobb az esélye annak, hogy összefúsz, hogy randizol, hogy összeházasodsz, vagy együtt dolgozol egy narcisztikussal, mint valaha. Narcisztikus vírust élünk. Ez azt jelenti, hogy elkerülhetetlen, hogy vitába kerülj ezekkel az emberekkel. De ha képezed magad, ha meghallgatod a videókat, ha jó könyveket olvasol a témában, ha oktatod magad, ha nem sajnálod a pénzt a képzésedre, hogy kitanuld a csinyát, binnyát, akkor át tudod venni az irányítást afelett, amit irányíthatsz, és nem keveredsz bele ezekbe a helyzetekbe. De nem elég csak a videókat meghallgatni. Szerintem, akinek ez elég, örülök, hogy segíthettem. Az ingyenes videókkal tanuljon, csinálja, ne menjen bele, mert valószínű nem volt súlyosan sérült. Akinek nem elég, jöjjön el és végezzel a tanfolyamokat. Ha kell, észleled a helyzetet, kivonod magad a helyzetből, nem szólalsz meg, nem ítélkezel, felismered és nem keveredsz bele, kilépsz belőle, nem mész bele a vitába nem mész bele a veszekedésbe egy narcisztikussal, mert tudod, hogy annak sose lesz jó vége, az nem a te hazai pályád. Mindig emlékezned kell arra, hogy a narcisztikus átlépi a határaidat, nem tartja be a határaidat. Egy narcisztikus ember nem rendelkezik azzal az empátiával, mint a nem narcisztikus embere. Az empátia magas szintje nagyon fontos. Az érzelmi empátia nagyon fontos lenne, mert az lenne az akadálya annak, hogy átlépj egy bizonyos határon, és megbántsd a gyermekedet, vagy a szerettedet, vagy bár, bármely emberi lényt. Van egy határ, amit nem lépnek át azok az emberek, akikben megfelelő mértékű érzelmi empátia lakozik. De a narcisztikus, személyiségzavaros ember esetében ez a határ nem létezik. Az empátia, az érzelmi empátia nem létezik. Ez azt jelenti, hogy fel kell készülnünk a minket körülvevő, egyre narcisztikusabbá váló világra. Az a dolgunk, hogy még több együttérzéssel, empátiával a szívünkben éljünk. Kevesebb félelem az ismeretek által fog megszűnni a félelmed, és több együttérzés önmagaddal. Empátia önmagaddal. Ezt is tanítom a TK-akán. Külön modulom van róla. Hogyan legyél empatikus önmagaddal? tudnunk kell, hogy mi a dolgunk, és azt is, hogy mi nem a dolgunk. Nem azért vagyunk itt, hogy megváltoztassunk, megmentsünk valakit. Azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk a saját fényünket, és hagyjuk, hogy világítson, bármilyen közhelyesen is hangzik ez, hogy önmagunk legyünk, a saját hangunkat találjuk meg. Az én dolgom az, amit én tudok irányítani, hogy azzal foglalkozzam. Hogy meggyógyítsam magam, hogy dolgozzak magamon, szabályozzam az érzelmeimet, boldoggá tegyem magam, ne másokat tegyek felelősi a boldogságomért vagy a boldogtalanságomért, gondoskodjak arról, hogy anyagilag és érzelmileg is független legyek, és dolgozzak azon, hogy egyre tisztességesebb emberré váljak, és egyre inkább képes legyek más emberekhez kapcsolódni és hozzátenni az emberiséghez, ahelyett, hogy elvennék. Remélem tetszett ez a mai rövid videó, ha igen, ne felejts el feliratkozni a csatornámra. Várlak szeretettel a következő tanítások alkalmával is. Barbara voltam a Narciss